A mostani időszakban sok ügyfél érdeklődik az új típusú adóbevallás iránt. Mint korábban híradónk is beszámolt arról, idén a NAV elkészíti mindazoknak az adóbevallás tervezetét, akik jövedelméről, bevételéről megfelelő adatokkal rendelkezik. Nem kell kérni az adóhivatalt arra, hogy készítsük el az adóbevallási tervezetet. Sokan félreértették ezt, és a kifizetőtő munkáltató megkapott igazolásokkal, pénztári igazolásokkal bejönnek az ügyfélszolgálatra, hogy készítsük el a bevallást. Tehát nem kell beküldeni az igazolásokat, nem kell behozni, hanem a rendelkezésünkre álló adatok alapján készül minden magánszemélynek az adóbevallási tervezet, amelyet az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek elektronikus úton, tehát online, március 15-e után elérnek, ott megtekinthetik, ha szükséges, módosíthatják, kiegészíthetik, jóvá hagyhatják. Azok a magánszemélyek, akiknek nincs ügyfélkapujuk és nem is szeretnének nyitni, ők papíralapon kérhetik a tervezett adóbevallás megküldését, mivel a törvényben meghatározott határidő munkaszüneti napra, március 15-ére esik, ezért még egy napot nyernek az adózók, vagyis március 16-án is jelezhetik, ha kérik a bevallási tervezetük postázását. Nagyon fontos, hogy akár ügyfélkapus, akár ügyfélkapu nélküli ügyfeleink a már megkapott, megtekintett adóbevallási tervezetet azért kontrollálják, hiszen az adózók felelőssége, hogy az előző évi jövedelmükről megfelelő bevallás készüljön. Abban az esetben, hogyha valamilyen eltérést tapasztalnak a rendelkezésükre álló adatok alapján, akkor az ügyfélkapusoknak egyszerűbb a helyzet, mert ott online módon tudják javítani, kiegészíteni, módosítani. Akik viszont papíralapon kérték a megküldést, ők, hogyha csak kiegészítő adat van, ehhez kapnak egy plusz adatlapot, amit vissza tudnak küldeni. Viszont, hogyha van olyan jövedelmük is, amiről nem volt tudomásunk, és azt be kell vallaniuk, akkor a 16 SZIA nyomtatványon tehetik ezt meg május 22-éig. Az eddig beérkezett adatok alapján már 17 ezeren kérték Győr-Moson-Sopron megyében a NAV-tól, hogy postázzák ki adóbevallási tervezetüket. Legnépszerűbb benyújtási mód az SMS, a kérelmek több mint fele így érkezett be.